Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának 2022. évi őszi irodalmi gáláján. És mindenek előtt nagyon-nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm az est valamennyi közreműködőjét, írókat, költőket, színművészeket, előadó művészeket és zenészeket. Korábbi gálaesteinkhez hasonló a ma is vers és próza színpadi összeállításokat, irodalmi beszélgetést, ének és zeneszámokat hallhatnak ünnepi gálaestünkön. Műsorunkat kerek jubileumukat idén ünneplő kortárs és klasszikus magyar írók, költők műveiből állítottuk össze. Köztük találhatóak a Magyar Művészeti Akadémia egykori és mai tagjai, valamint más neves jubilálók, akiknek az élet művére érdemes, és ezért is vagyunk ma itt, újból és újból felhívni az irodalmat szerető közönség figyelmét. Az irodalmi tagozat egyébként 2015 novemberében természetesen a hagyományteremtés szándékával indította el ezt az irodalmi gálaest sorozatot. Ez a műsorfolyam tehát már 7. éve szerepel a budapesti művészeti élet jeles eseményei között, és örömmel mondhatjuk, hogy hűséges közönsége is van, akik még a legnehezebb időkben is látogatták az irodalmi gálaesteket. Gárdonyi Géza, Isten rabjai. Részlet. Margit váratlan halála nagy zavarodást keltett a két klastromban. A provinciális magas ijetett át a havas téli éjszakán Budára, hogyha ott a király értesítse a haláláról. Ha nincs ott, lovas hírvivők száguljanak mindenfelé, és fülöpérsekhez is. Lodomér Váci püspökhöz is vágtatást vigyék a lovasok a halál hírét. A király bizonyára megkívánja, hogy jelen legyenek a temetésen. Jancsi fráter a fejét a két kezébe fogva könnyezte a kapus szobában Margitot. Imádkozni akart érte, de nem bírt, csak a fejét ingatta, nyögdécselt. Ja, Istenem, Istenem, mennyit szenvedett! Miért szenvedett? Miért? Gonosz, rossz emberek a földnek bőségében töltöznek, és ő, a fehér lélek, a szegénység asztalánál a morzsákat is alig ette. A külső világ üres fejű asszonypávái a föld minden pompájába befoglalják hitvány szépségeiket. Ő az angyali szépségű, alázatos, condrában járt. Voltosban, rongyosban. Még csak egy pár kesztyűje se volt soha. És a mindenféle gizgaz emberek nagy evés-ivások után alusznak puha pihepárnán, ő pedig szegény böjtökkel, szúrós övekkel sorvasztotta magát, s virrasztott a templom fagyos éjjében. Még a zord szalma ágyon se lehetett teljes alvása a betegekre való gondja miatt. Miért élt így? Hiszen nem erre született, hogy egy rideg klastromban hervassza el az életét. Miért gyötörte magát? Miért vezekelt? Miért szolgált még a cselédeknek is? Holott őt, a királyleányt kellett volna szolgálnia minden főrendű leánynak, aki csak körülötte volt. Nem neki való élet volt. Hiszen Istennek se lehetett kedves látvány, hogy egy ártatlan teremtés rongyokban jár, ájulásig imádkozik, és véresre vereti magát a böjti éjszakákon. De így élni, így fonnyadni el egy királyleánynak, ilyen nyomorúságban, így halni meg, így elhagyottan, és a fráter szeméből könnyek szivárogtak. Már a matutinum is elmúlt, s az öreg provinciális még mindig nem tért vissza. Igaz, hogy a fráter nem is gondolt rá.
csügget szívében mérhetetlen sötét szomorúságok árjai terjedeztek. Szinte belekábult a sötétség végtelen hullámaiba. És amint így gubbaszkodik, bútol nehéz fejjel az ágyán, háttal az ágyfának támaszkodva, a szemben függő Mária kép alatt fellobog a mécs a gyászos éj csendben. Oda pillant, és ott is ragad a szeme. Álmélkodva látja, hogy a Mária kép növekedik, szélesedik, terjedezik, világosodik. Márián a kék kendő halványul, fehérül, s változik fehérré, mint az apácák csuhája, skapuláréja. A fején, vállán meg változik feketévé, mint az apácák véluma, palástja. A bal kezében lilium, illata is érzik. De hát, hogy kerül a kezébe lilium? A képen nem volt azelőtt lilium. És a mellkép nőttön nő, teljes alakká magasul. Napfényhez hasonló, remegő sugarak aranyozzák körül. Fején a keskeny korona tündöklik, és az arca is finomul, fehérül. Egyszer csak azt látja, hogy átváltozik az arc Margitnak arcává, de olyan álomi szépségű, mint amilyennek Margitot a beavatáskor látta. Még a szempillái is olyan árnyékosak. Ajkai, mint vékonyka finom rózsalevél. Szent elrémüléssel bámul reá, ávét rebegne. A nyelve nem mozdul, borulna eléje, de mintha minden tagja ólommá vált volna. Margit pedig lassan előleng a körülelengő fényességben a kertből, s közelebb, közelebb. A nézése nyájas és jóságos és szomorkás, mint mindenkor. Fölemeli vékony kis kezét, mint mikor a pap áldásvetésre készül. Jó, fráter! Szólal meg ismert, kedves madárka hangján. Miért homályos néked az én szenvedésem? Nem láttad-e, mély romlottságban él ez a nemzet? Mély állatiasságba süllyedtek a dús főnemesek is. Nem látta, de mennyien jöttek a cifra, kevély és elhízott asszonyok a szigetre, ékszerekkel terhelten. Jöttek, jöttön jöttek, jártak az én meglátogatásomra. Nem látta, de hogy megindulnak az én alázatosságomon, az én szegénységemen, az én ájtatosságomon. És nem látta, de mint hozzák el az ország minden részéből gőgös leányaikat, hogy az én példámra Isten felé nézzen legalább egy tagja a családnak. Nem látta, de hogy azok a lányok hogyan forgatták még a klastomban is a szülőik rangját, vagyonát, pompáját az elméjükben. S hogyan indult meg a lelkük a király leány alázatosságának, és ájtatosságának példáján? Nem látta-e, hogyan terjedt az én imádságos, szent életemnek híre szét az országban? Hogyan ejtette gondolkodóba az állati topzódásokhoz szokott szíveket? Hát nem láttad, hogyan fordult a testi világban élők lelke a lelki világ felé? Tusakodhatsz-e még azon, hogy én nem egy királyi férnek éltem, és nem egy-két gyermeknek, hanem minden királyi asszonynál magasabban, az én Uram Krisztusom örökfehér jegyeseként, s minden kisdednek imádkozására tanítójaként. S éppen te sajnálsz-e, hogy nem palotában éltem? Avagy nem helyezted-e te is a méltóságos, szép liliomot szemét földbe? S ha bárki is belép arra rút helyre, ugye nem a rútságokat látja ottan, hanem csak a lilium nemes fehérségét. De a te liliomod elhervad. Én pedig Istennek e földre ültetett liliuma századokon át fehérlek majd
a nemzet emlékezetében. És a látomány eltűnt. Fényköde is széjjel múlt. Homály ült a szobán, és mély csend, mint előbb. Jancsi megdörzsölte a szemét, hogy talán még látná. De nem látott egyebet, csak a mécsének lobogó sárga lángját a Mária kép alatt. Mennyi idő lehet? Nem tudta. Valóságot látott-e, vagy csak álmot? Az illatát, mintha érezné. A lilium. Megrázkódott, mint az álomból ébredő, s fölkelt ültéből. Mintha még mindig az álom alakot látná, álmodó arccal lépett ki az ajtón. A klastrom néma, a folyosó homályos, tehát még éj van. A havazás már megszűnt. A szakadozott felhőkön át levilágít a háromnegyedében telt hold. Hideg, tiszta téli éjnek csendje hallgat a szigeten. Fejére vonta a csukjáját, és andalokba lépkedett a könyvkötő cellához a kerti kulcsért. Ott függött még az ajtófélfán. Be kellett volna adnia este, kompletórium után az ajtókulcssal, hátsó kapu kulcsával együtt a priornak, de a nagy zavarodásban nem gondoltak a kulcsokra, sem a kert kulcsaira. Leakasztja a kulcsot, és belép a hótól fehérlő kertbe. Csöndesség hallgat ottan is. A fákon nagy pamatokban ül a hó, a bokrok szinte megdőlnek a rájuk hullott fehér tehertől. Kiálló karókon hósüvegecskék. Minden csendes, csak a lába alatt ropog halkan a friss hó. És ő lépked álmodó arccal, lépked a hóban. Megy a kerti háznak. Feltárja az ajtót. Bent a liliumok virágjukban állnak. Fogja a sarlót, összemarkolja tövön valamennyit, s egy meccéssel elvágja. Ó, hogy illatuk nincsen, dehogy nincs, hiszen ott van egybegyűjtve a kis szilkében a nyár minden liliomának és rózsájának az illata. Fogja a szilkét, beroppantja ujjának egy nyomásával a papírost rajta, s megöntözi vele a liliomok kelyhét. A szilkét eldobja, s megfordul. Átandalog vissza a kerten, mint az alvajáró. Áthalad a klastrom udvarán, folyosóján. Az ajtóban benne még a kulcs, megfordítja, kilép. A sziget holdvilágos, csendes, fehér erdő, fehér világ, fehér ünnep. Csak az ég kék egy tisztáson a felhők között. Egy tisztáson, amely olyan alakú, mint a sziget a Duna vizében. Sötét kék. És azon a kék tisztáson sűrűn ragyognak a téli csillagok. De micsoda különös, finom illat. Hiszen az ő gyűjtött illata. Az volt a szándéka, hogy becsenget az apácáknál, és beadja a virágokat, de a templom ajtaját így nyitva találja. Elfeledték. Igaz, hiszen halott van a templomban. Ilyenkor nyitva van a templom éjjel is. Belép. A templomban vörös világosság, mély csöndesség. A főoltár előtt alacsony fekete ravatalon magas égő gyertyák közt fekszik Margit. Úgy fekszik, mint a halálos ágyán, az apáca ruhájában. Két összekultolt kezében a kis fafeszület. A ravatal körül a nagy viaszgyertyák lobogva égnek a hideg csöndességben. Két apáca térdel ott, egyik jobb felől, másik bal felől, imádkozó zsámolyra borulva, homlokukat összekulcsolt öklükön nyugasztva. Imádkoznak-e? Alusznak-e? Jancsi nem kérdezte őket. Megállt a halott előtt, és bús álmélkodással nézte, hosszan nézte a halotti szépségében nyugodt,
mozdulatlan arcot. Mi szép a halálban. Vonásainak szögletessége elsimult, homloka derült, az arca színe, mint kisleány korában. Szemének szép fekete pillái mozdulatlanul sötétlenek a fehér arcban, mintha boldog álma volna. Jancsi hozzálépett, s odafektette a kisnyaláb Liliomot a mellére. Neked neveltem, téged illet, Istennek Liliuma. S ahogy lehajolt, ajkát gyöngéden rányomta a halott hideg kis kezére. Aztán, ahogy kiandalgott a templomból, egyszerre a homlokára tapasztotta a kezét, és mély lélegzettel nekidőlt az ajtó mellett a falnak, s az arcát könnyek öntötték el. Tisztelt,
kevés dolog van manapság, amiben egyet tudunk érteni. Hiszen ahány ember, annyi világszemlélet, mi több, s rosszabb, ideológia. Mégis létezik néhány szó, amely valamennyünk számára egyaránt fontos és tiszteletre méltó. Ilyen szó az otthon. Valamennyien vágyunk arra, hogy otthonunk legyen, s fáj, ha úgy érezzük, hogy elvesztettük. Bizonyára elszorul a szívünk, ha hajléktalanokat látunk. Nekik ugyanis nem csak otthonuk, hajlékuk sincsen. Otthon és hajlék. Két gyönyörű szó. Az otthon főnév és helyhatározó, a hely, ahol honunk van, hazánk. A hajlék szemléletes kép, mintha egy óvó kéz hajolna fölénk. A hajléktalan sorsában talán az a legborzasztóbb, hogy nincsen hová legyen. Alhat a metróban, a pályaudvaron, a híd alatt, olykor menhelyen. Itt és ott kaptán melegételt is, de nincs egy biztos pont a világban, ahová letehetné a műtrágyás zsákját a motyójával. Nincs egy talpalatnyi hely sem, ahol ő jogosan létezhetne, ahol bármi őre áttartozna. Ezért iszonyú a vándorlása, folyton, folyvást, sehonnan, sehová. Sokan élnek remek világban, szép lakásokban, mégis gyakran érzik hasonlóképpen magukat. Mintha hajléktalanok volnának, folyton csatangolnak. Kocsmáról kocsmára, szeretőtől szeretőig, vagy éppen az interneten. És előbb-utóbb kipottyannak otthonukból, vagy éppen a társukat kergetik el, és még otthontalanabbak lesznek. Az otthon lét tehát nem pusztán lakásügyi kérdés. Természetesen elemi joga mindenkinek, hogy legyen födél a feje fölött, de ennél többre van szükségünk, a fizikai komfort az embernek kevés. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne, írja Tamás Járon. A gazdaságkori szétválasztás kényszer folytán második és harmadik otthonaink keletkeztek. Második otthonunk az iskola, a munkahely, a folytatásos tévéjáték. S tudjuk, hogy ha minél több van valamiből, annál csekélyebb az esély, hogy bármelyik az igazi legyen. Az x-edik otthonok nem életünk teljességének adnak teret, hanem valamely részmegnyilvánulásunknak. Szinte karikatúrája e szétszabdaltságnak az a koncepció, olyan házakat építeni, amelyekben az ember csak lakik. Világszerte épültek úgynevezett alvóvárosok, színház, templom, agóra nélkül. Ezek lakója reggel elrohan dolgozni, este hazafut aludni. Hajléka, Le Corbusier szavával, lakógép, ami a pihenésnek az úgynevezett szükségletét a lehető legcivilizáltabban kielégíti. Ezért aki csak teheti, a panel mellé szerez valami telket. Így lesz a hajlék maga is csak úgynevezett második otthon. És hová lesz az első, az igazi? Az, amelyikben teljes a világ, ahol minden ránk tartozik, ahol királyok vagyunk és boldogok, ahol a világ közepén tudjuk magunkat, ahol tér és idő, életünk és a lét egybefolyik. Ennek a helynek a megteremtése nyilván nem bútor és négyzetméter kérdése, hanem a szétválasztás megszüntetése, hogy ismét egyesüljön lelkünkben a benső igényesség és a külső. Hogy ne kéne fürdőszoba és francia ágy, és miért volna bűn a kerti úszómedencében pacsálni? Az a kérdés, hogy a benső otthon miként tud megteremtődni, és hogyan szellemíti át a külsőt. A hagyomány embere az egyházban volt otthon. Éppen ezért a reneszánszig nem létezett olyan templom, amely ne lett volna kozmikus tájolású. Ez a keresztény kultúrkörben
keletelést jelentett. A szentély tehát kelet felé nézett, a hívek és a pap arra, az oltár felé fordulva imádtak. Szemközt az ablakban kelt föl a nap, vagyis a templom együtt járt az idővel. Egyesült benne tér és idő. A legkisebb sárfészek templomocskájában is egyesült a naptári, a földi idő a kozmikussal és a mennyeivel. Így lehetett Isten és ember közös hajléka, a létezés középpontja, ahol otthonra lel a kozmosz, a mindenség. A lakás csöppet sem volt profánabb építmény a templomnál. Még a sátor sem. Már csak azért sem, mert például a zsidóknál Mózestől Salamonig Isten maga is sátorban lakott, az ő külön sátrában őrizték a vele kötött szövetség jelét, a frigyládát. Miként a templom építésben sem diktálhattak pusztán műszaki vagy más hasonló szempontok, a jurta állításban sem. A jurta lényege technikai értelemben a hordozhatósága. Szellemi értelemben viszont az, hogy a világ köldök leképezése. Bárhol állítják föl, lakója a világ közepén él. Nem akárhol, hanem szellemileg strukturált térben, ahová Isten tekintete esik, s ahonnan visszanéz az Úrra a gazda. A jurta centrális építmény. Középpontja a tűzhely, ahol a család összegyűlik, ahol az élet s az étel készül, ahol az égbe vezető világfa áll. Ez a szellemi helyzet akkor sem változott, amikor őseink házba költöztek. A ház középpontja a tűzhely maradt a konyha felől nézve, s a kemence a szoba felől. A központi fűtés kiszorította a kemencét. Télvíz idején immár nem a kemence környékén fűtőzik a család, hanem ki-ki külön szobában lakik. Így van rendjén. Ám a szobánk megmaradt-e a világ közepének, ahova Isten tekintete esik, s ahonnan mi a gazda méltóságával visszatekintünk rá. S maradt-e szent sarok, középpont, ahol tér és idő összehajolhat, s átszellemítheti lakberendezési ötleteinket. Ahonnan kiindulva begútorozkodhatunk nézeteinkkel, hagyományainkkal, eszméinkkel. Nyíri Tamás szerint a tagadás démona azt tanácsolja, hogy hajítsuk ki őket, és lakjunk bútorozatlan szobában, amelyet a pillanatnyilag legkurrensebb cuccokkal rendeztek be, amelyeket holnap kidobunk, és váltogatunk a végtelenségig, amiket mások, a reklámok és egyéb manipulátorok csempészgetnek nézeteink és őseink helyébe, természetesen a mi kontónkra. Normális-e, hogy a tévé legyen az otthon középpontja? Két kérdésünk maradt. Az egyik. Érdemes-e alábbadni, s másut élni, mint a világ közepén? A másik. Van-e elvi akadálya annak, hogy a legmodernebb civilizáció áldásait élvezzük, és kozmikus méltóságunkat, helyzetünket, egy szóval otthonunkat megőrizzük. Tornai József, Arany János a szakálszárítón. Férfi lettem, és mit találtam? Szerelmet, bogáncsá váltam. Körülnéztem, s állt előttem rothadásba málló testem.
miket hittem, min rágódtam dogmákon nevelt agyamban. Nem leltem elmét bár egyet, aki fejtől lábig megnyert világábrája hívéül, vakok ellen menedékül. Haj, mert nem volt olyan mester, ki nem fogott mellé egyszer, kétszer, s mindent szentnek hinni annyi, mint gyerekmaroknyi igaztétellel világnak szállni, akár hársvirágmag. Röpülhet így és virulhat, látva a szakadékutunkat, megmaradhat így az ember. Bíre még a káosz rendel, öldöklésben, a tisztátlan eszmék katedrálisába. Nem tudom, szörnyű-e, szép-e, eloszlunk az örök kékbe. Nem lesz hírünk, szellemnyomunk, csak a föld helyére tolult új zenébe, dobzódásba, elemek, atomok tánca. Az ige. Fejem fölött a mohó felhők dél-kelet kékségébe rohannak. Dühükből tudom, hamarosan nehéz sárkány eső zuhoghat. Mégsem menekülök rögtön előlük, üvegszemű szobám védelmébe. Elázhat az is, ki ilyetten óvatos, az is, kinek nevetés van kedvére. Hosszú éltem, te tanúsíthatod, hogy én mindig is ekként szoktam szembeszegülni szuronyos bajaimmal az elfutó vagy hosszú viharokban. Pedig inkább féltem, mint úri hősként rácsaptam sorsom veszélytőire. Így lettem inkább bátor gyáva, töprenkedő, mint a háborúzás híve. Létem kész, tájképe itt lobog, talán már túl sok verses kötetemben, de ennyit követelt újra meg újra a sejtjeimbe beleégett lehetetlen, míg körbefogtak a lélektani árnyak. Hiszen megőrül a szerelmetes költő, kinek éjjel is égboltjára süt az ige, a múzsáknál is bujábban követelődző. Isten nagy csöndessége! Isten nagy csöndessége előtt némuljanak el minden agyvelők. Hallgatok éjben, akácvirágban, ezért mozdultam az anyámban. Holdra nézek, jégfogú csillagokra, többet tud nálam egy olajfa. Véletlen vagyok, pillanatra lény, elpattanok az éggömbfény zenén. Magamban nem találtam rendet, az se, amit a természet jelentett. Félig élve, félig halottan, jövendőmet kiszámítottam. Anyaggá török, megdicsőülök, szétver a lét, mint recsegő tököt, üressé nyílok. Nem támadok föl, nem vírasztok a jázmin alatt többször. Isten közönye, megingathatatlan, koponya résén belepillantottam. Ömlő, nagy csöndessége előtt némuljanak el minden agyvelők. Mit tervez, milyen programokat szeretne megvalósítani a tagozat az elkövetkezendő időkben? Marad-e az irodalmi gála? A Magyar Művészeti Akadémia létrejötte óta olyan színvonalú magyar kultúrát igyekszik terjeszteni, amelyben maximálisan kifejeződik az alkotók szándéka, közvetítési törekvése a közönség felé, az olvasók felé, a nézők felé.
Azonban az irodalmi tagozat tagjai abban lelik a kedvüket, hogyha olyan alkotásokat, olyan műveket, verseket, prózákat, regényeket, esszéket adnak az olvasónak, amellyel az olvasó is egyetérthet. Vagyis színvonalas művészetet kell alkotni. Mezei Katalin valóban nagyon jól felépítette, megszervezte az irodalmi tagozat munkáját az elmúlt esztendőkben, és hát rám hárult az a feladat és az a tisztesség, hogy átvehettem tőle ez év áprilisában. Ami működik, ami jó, azt meg kell hagyni. Ez a hitem, ezt vallom. Azok a rendezvénysorozatok, amelyek évről évre megvalósulnak. Hát például az élő folyóirat sorozat, amelyben a Kárpát-medence jobbnál jobb folyóiratai kerülnek bemutatásra évente 4-5 alkalommal, szintén betölti a küldetését. Ennek lesz nem sokára egy ezévi utolsó rendezvénye, amelynek keretében a Párcium folyóiratot, tehát a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei régió folyóiratát, és azt hiszem, hogy egy kicsit a Hajdú-Bihari régió folyóiratát mutatjuk be, amelynek főszerkesztője Olá András. De minden bizonnyal az irodalmi tagozat rendezvényei, irodalmi művészeti eseményei közül ez a mai rendezvény, az irodalmi gála a legjobban szervezett és a legkomolyabb színvonalon megvalósított kulturális rendezvény. Ezeket mindenképpen megtartja az irodalmi tagozat a következő időkben is, és ezekhez igyekszünk még olyan kulturális eseményeket szervezni, amelyek nem csak kiegészíthetik, hanem bővíthetik és népszerűsíthetik is a magyar irodalmat, a magyar költészetet a Kárpát-medencében. Szerettünk volna már az ősszel egy olyan tanulmányutat szervezni, amely által az irodalmi tagozat tagjai Borsod megyében és hát az északkeleti területen megnézték volna, feljárták volna azokat a történelmi és kulturális helyszíneket, amelyek ahol kultúránk a múltban meghatározó eseményei zajlottak, történtek. Elmentünk volna például Vizsolyba, megnéztük volna Széphalmot. De hát a programok úgy alakultak, sőt az MMA-nak központi programjai is vannak, amelyek elsőbséget élveznek, úgyhogy ezt majd elidőzzük a következő esztendőre. De mivel Petőfi évforduló előtt állunk a következő évben, én elképzeltem azt, hogy feljárjuk egy háromnapos út során azokat a helyszíneket, ahol Petőfi a Kerényihez írott leveleiben, tehát a Kerényihez írott leveleiben gyakran beszámol arról, hogy hol járt, merre volt, milyen helyszíneken, kikkel találkozott, és a táj nevezetességeit hogyan ismerte és hogyan jegyezte meg. Tudjuk, járt többek között a mai Kárpátalja területén is, akkor még nem voltak határok, akkor még a Munkácsi vár fokán nem volt turul sem, igaz, hogy ukrán címer sem, de a Munkácsi vár státuszbörtön volt abban az időben, és ezt Petőfi nagyon a szívére vette. De járt Beregszázban, megszállt az ottani egykori oroszlánszállóban, majd másnap onnan egy kompáltal, egy réváltal a mai Magyarországra, illetve a mai Magyarország területére hajózott át, hogy onnan tovább induljon a mennyasszonyához, hogy vele találkozhasson. Ez 1847 nyarán történt.
Természetesen megörökítették mindenütt az emberek Petőfi lábanyomát, ahol csak megfordult, ahol verset írt, ahol megpihent, és ezek az emlékhelyek nagyon fontosak a számunkra ma is. Sok szép feladat vár tehát önre. Tudjuk önről, hogy kárpátaljai születésű, a nevezetes vári községben élt és dolgozott sokáig, de egy idő óta már Nyíregyházára helyezte át a székhelyét, de a szülőföldtől elszakadni egyáltalán nem lehet. Az ember élete végéig magában, a génjeiben hordozza és továbbadja az ott átélteket. Hogyan látja a magyarság mostani helyzetét? A háborús konfliktus fenyegette körülmények között, túl ugye a nyelvtörvényen és a politikai támadásokon. Azt kell mondanom, hogy már a háború kitörés előtt is a romlás jelei mutatkoztak, és nagy sűrűséggel, hiszen a különböző nyelvtörvények, a különböző kisebbségellenes intézkedések igencsak megviselték a kárpátaljai magyarságot, elsősorban lelkileg. A gazdasági helyzet pedig arra kényszerítette, hogy elmeneküljenek, hogy elmenjenek, mert munkahelyet otthon nem találtak, ezért külföldön, elsősorban Magyarországon próbálkoztak az emberek, és sokszor úgy alakult, hogy a férj után, a munkavállaló után ment a család is, ment a feleség is, mentek a gyerekek. Na most a háború ezt a folyamatot megsokszorozta, felerősítette. Bárkivel beszélek, meg én is jártam a nyáron, néhány hetet otthon töltöttem. Az ősszel is otthon voltam két álló héten át. Azt tapasztaltam, hogy sokan, akik otthon maradtak, azért tették, hogy a házat, a kis vagyont, az udvart, a megszerzett javakat védjék. De ők főképpen az öregek, a nők, a fiatal emberek, tehát a fiatalabb férfiak kénytelenek voltak elmenekülni a háború elől, mert behívás fenyegeti őket. Ami most tapasztalható, abból a legaggasztóbb dolgok azok, hogy az üresen maradt házakat minden valószínűség szerint be fogják lakni, meg fogják szállni a belső ukrajnai menekültek. Másik dolog az, hogy annak ellenére, hogy a fronton, a keleti fronton és a déli fronton is eléggé nehéz a helyzet, jelentős számú katonaság, ukrán katonaság állomásodik Kárpátalján. Nem tudjuk mi célból. Rossz belegondolni. Az állandó áramszünetek szintén megpróbáltatás elé állítják a Kárpátalján maradt lakosságot, nem csak a magyarokat, hanem az ukránokat is. És az iskolák úgy, ahogy még működnek, de a gyakori légiriadók, amelyek naponta többször, sokszor éjszaka szólalnak meg, hát arra kényszerítik az embereket, hogy meneküljenek, óvóhelyekre vigyék a gyermekeket. És hogy mi lesz, az csak a Jóisten tudná megmondani, és nagyon szeretnénk már tudni, nagyon szeretnénk már megérni, hogy vége legyen egyszer. Annyit hozzáteszek, hogy valamit tudunk, az pedig önnel kapcsolatos, hogy tagozatvezetés mellett természetesen folytatja írói, költői tevékenységét, és amit tudunk, hogy az egyik lengyel nyelvre lefordított regényének, a Tábori postának a közeljövőben, november folyamán lesznek lengyelországi bemutatói. Alkotói tevékenységehez további erőt, kitartást kívánunk, és ennek részeként, ha minden igaz, hozott nekünk verset, kérjük ennek tolmácsolását. Köszönöm szépen, hoztam egy verset, igen. Az üvegasszony. Az üvegasszony megállt előttem, és csengve-bongva köntöse lehult. Szemében villanó gránát robbant, fejem fölött megrengett a hold. Ledér lényétől megtántorodtam, bár képzelegtem róla eleget. Ajka hűvös mentolára vágytam, és nem láttam lelkén a sebeket. Hogyha szólna, szétroppanna szája, ha ölelne, vérem elborítana, de kék golyó szemét kezembe adta, az őrületből az vigyen haza. Kit érdekel most már az az ösvény, nálam a látás fényes fegyvere, engedd meg, te kecses üvegasszony, inkább tested pásztázzam vele. Formás feje megbiccenve csendült,
fólia bőrén áthatolt szemem, és láttam, amit nem kellett volna. Ó, mi minden történhet még velem? A hasfal mögött magzatburkot látok, a gyermek szeme nyitva résnyire. Kis szája helyett beszél mimikája, és már bepillanthatok génjeibe. Kiküldte ez újabb kést szívemre? Ki dokumentálta embriókorom? Ki látott e magzat közelében, azon a földön túli alkonyon? Bizonyos már, ikertársam volt ő, de kis keblébe lélek nem jutott. Üveganyánk, ha világra hozná, helyében most én lennék halott. No nézzenek oda, mi lett veled, bátyus, eszed hajója zátonyra futott. Megnyugtat, hogy helyettem is éltél, és tudod már, mit csak anyánk tudott. Fájdalma őt üvegszoborrá gyúrta, ha vétke volt, érte megszenvedett, úgy intézd hát, ne lásd viszont újra. Zárd le a sírt, védd a lelkedet. Vagy járj egyet az őszi alkonyatban, találgasd, mit szülhet az idő, míg léttered üvegkupoláját, ukrán vérrel veri az eső. Thank you.
csillagromok. Nem tudom, meddig élek. Nem tudom a maradék időt. A délelőtt nem kérdez, nem marasztalja az elmenőt. A Golgota a keresztje mögött remeg a megfeszített árnya, miközben a volt s a lesz között egy fuvallat a mindenség ajtaját csendben kitárja. Kiteljesedés. Mire várnak a kitárt ajtók a megnevezhetetlen csendben? Megejtik egymást az árnyak, és szaporodnak borulat jöttén. Olyan az egész, mintha látnám a termékenyülés mozdulatait, ahogy sejt sejttel egyesül, s kiteljesedik önmagában. Kimondhatatlan mélység, megfoghatatlan magasság, csillagok ékes kapuja, mindenség fénye ragyogása. Szárnyakat gondoltam karjait helyére, anyámnak 90. születésnapjára. Mire gondolhattál még, amikor eljöttem? A csend megkeményedett, tonnás súlya földig rogyasztott. Mit mondhattam volna azon a kegyetlen délelőttön, hogy fölemellek és magammal viszlek el a rideg szobából, el a fájdalmak elől, s magamba rejtelek élni még tovább, ha csak egy pillanattal is. Szárnyakat gondoltam karjait helyére, ha járni nem tudsz már, hát repülj, hiszen könnyebb vagy a levegőnél is. Emelkedhetnél az égig, könnyeden, egy szélfuvallatban. És én idelentről ámulva követném minden mozdulatodat, ahogy egyre csak suhansz a csillagok között, s leszel közülük egy, a legfőbb bizonyosság eligazító jel. És elcsitulnak a fájdalmak is bizonnyal, hisz ilyen távolságból már csak a fények érnek utol, hozván a végtelen üzenetét. Tudom, ma mindenről lekéstem. Hiába a szándék, a szó, eltűnsz előlem, s két mozdulat között megszűnik az idő. S mégis, vér vagyok és test, véred és tested. A teremtés bennem folytatódik, a mindenség évgyűrűi egymást ölelik bordáim alatt. Szárnyakat gondoltam karjait helyére, hogy repülj, mert nem számít már semmi távolság. Vigyázom az öröklét csendjét, ölelem pillakönnyű árnyadat, az egyetlen igaz otthont. Segíts megmaradni magadban, segíts megszületni újra. Legyek néked ismét szenvedés és öröm, hogy küszöbödről visszarettenjen a halál. Íj és Gyula, hajnali pohár.
Föl, föl! Föl a dallal, a dallal, a dallal! A tenger árad a borban úszó vén asztalon, és ring, reng, fut a szélben. Már a kelő nap tűze messze habokra, barátaim. Ó, foszló sejtelem, hajnal! S te hajnali harangszó, a boros vizeken fodrozva, csengetve szaladó. Ránk virad a reggel, koszorúm, húzza már fejemet lefelé. Zúgj, tengerem, ó, zúgj, csengessed te dalom, ringas, dobj, tetemesel. Vitorlák ragadnak álmomban, bíbortájakra révedőt, hullámok csúcsaira szállót, zuhanva szédült, életre ébredőt. Igen, nem, igen, nem, igen, nem, 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 nem. Bongat a harang egy idegen nyelven, melyet hajdanta megértettem, újra-újra hallom. Micsoda habokon sodródunk mi tovább, barátaim, egyre, dörgő temetésre, reggelek borzongó lángkerességére. Íme, itt a hajnal, lármázó madaraival s ömlő tengerével, csengetve húz át fejünk fölött a halál, mint a tenger. Idegen partokról hoz csókot, s hirtelen sós hullámaival szájon csókol engem. Ó, hajnal kertjei és ti zengő hárfák, csak egyszer verhetném szívem dallamára húrotokat, egyszer verhetném végig, föl a győztes égig a dalt, ami vagyok, e kimondhatatlan jajt, s jajt, dűlő testtel, égre nyúlt félkézzel, részek szabadságban, csak arról, hogy élek, s múlok, és remélek, bár semmit sem értek. Szárnyak, madarak, 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 ha több vagyok, mint test, lelkem a csicsergetésetek. Hajnalodik már. Dalolva jöttem a réteken át haza. Szárny volt ma éjjel nékem a szó. A korty, az óraütés, a simogatás. Szárny volt a kedvesem keze. Szárny volt a dal, szárnya kilincs. Vígan feküdtem a lepedők szárnyaiba. Már majd elaludtam időn az ablakom előtt a májusi nap trombita szavára, a fák kirázták magukból a madarakat. Lármás reggeli áldozat harsant. Árják, tollak, gondolatok színes gomolya szállt az ég felé. Oly ragyogó győztes volt a rajzás, hogy szabaduló kedvem feléje lebbent, síkosan, fürgén beléje fonódott, mint illatba az illat. Rebdeső zászlók, angyalok rakétái, bomlott ágyú tűz. Első zajos csók, miután lobbanás, elrepül a szerelmesek inge. Hely, micsoda tömjén tartó szívem! Villant félálmomban nézvén ez szép szárnyalást, a szőlő lelkez, a szőlő hegyeké, álmaim kékes lebbenése, égi vízcsobogás ez zaj. Miért siratni hát a múló ifjúságot? Szabad, ragyogó égi mezőkre oszlik el, sejmes áldozati füstként.
Óda a törvényhozóhoz, a jubiláló Tersánszkinak. Úgy volna jó a törvény, úgy egyforma hatályú, ha aként gyártódnánk mi emberek, akár a vályog, mit a vályú billió szám is egyformára vet. De hát ezt nem lehet. Ahány szív, annyi akarat. S rég nem vagyunk csupán agyag s anyag. Pontos leszek, mint mindig az író, ha a tudós kölcs a bíró. Ez a mi új dalunk. Törvény, de elevent tehát, hogy ne csapódjunk folyton össze. Hogy részlet igazát ki illesz-e a közösbe, úgy mégis emberek maradjunk, ne vályog vájú sarává meredjünk, atomok atommagvakként kerengjünk, helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk. A lét tegyen rendet, ne a halál. Jogot tehát az árnyalatnak, melyben a holnap rajza áll, s a kivételnek, mely holnapra talán szabály. Jogot, hogy hat kísérletezzék a költőnek, a legfőbb kutatónak. Mert semmivel nem kell nagyobb tehetség, s buzgalom meglelni a rák ellenszerét, gépbe fogni az atom erejét, röpülni világűrön át, mint megmutatni, amit a jövő a szívben érlel. Mint fölfedni ibolyán túli fénnyel, mi lesz kötelező közöttünk emberek? Mi az, mi idegünkben közeleg évmilliárdok távolából, évmilliárdok távolába? Jogot a boncolóknak, a külszín, a fölhám, a látszatrombolóknak, kik elválasztva percenként a rosszat a jótól, valamit folyvást rendbe hoznak. Percenként fölmutatva, hogy mikortól gyilkos a gyilkos, tolvaj a tolvaj, torz már a szép, szép az imént torz, a hős pribék. S ki az, aki elől megy? Mert nincs szabad jegy jól haladni a korral. Mert van, amikor hány a példa, a néma szólal, az iszkol, aki űz, makulátlan a céda, mocskos a szűz. Nem minden alkotó ilyen, de én őket, az így működőket, a haladókat, s harcolókat vallom, a terep fölverőket példaképül. A holnap felé ők jelzik az irányt. Előttük jár fönnen libegve Hamlet, Karenin, Anna, Bánk, meg annyi tiszta láng. A homályt űző ősvilág nő, ha ők szólnak. Üdvözlet, s hála hát a törvény és a fényhozóknak, kik hol mágián, hol gúnykacajon át, s elbukva is, előre törnek, tán nem is tudva hova, s miért. Így mondjunk hálát Tersánszki Jenőnek, mi, akik látjuk, hova ért, az igazért. Fütyülj tovább két hangon, mester, építsd hordozható csónakjaidat, tört fejed őssípon, új bicikli féken, szépítsd, javítsd, akkor is, ha nem kell a részletet, te teljes ember. Ne pihentesd se karodat, se agyadat, se szádat. Dolgos soká még, és vigadj, s ne is tudd, akár csak a század, ki vagy. Thank you.
pálmafadat. De ó, mely nagy szerencse, bár akárki tekintse, nálam nagyon Istenemnek egy drága kincse. De ó, mely nagy szerencse, bár akárki tekintse, nálam nagyon Istenemnek egy drága kincse. Elhárvadnak, elszáradnak minden zöld ágok. De ki ezt feltalálja, életének pálmája, télben, nyarban megzöldelik a nyoszójája. De ki ezt feltalálja, életének pálmája, télben, nyarban megzöldelik a nyoszójája. Szitát kötő belőle, Levelinda Linda.